Sziasztok! Tudtátok, hogy egy ponyolcban ki lehet önteni a tejet? Megmutatom. Sziasztok! Ebben a videóban a JSON-ös formátumnak fogom bemutatni minden csinyát, binyát. Illetve annak csak az első része, mert ez elég nagy anyag. Sőt, ami azt jelenti, folyamatosan változik a dolog. Most ugye 1.8-ban sok új lehetőség jött, úgyhogy valószínűleg mire vége lesz ennek a pár videónak, addigra már megint lesznek új dolgok benne, szóval azért remélem lesz egy jó alap, amit majd tovább tudtok fejleszteni. Na, mutatom a menetrendet, hogy hogyan is képzeltem el. Most az első részben megmutatom a szintaktikát és a formázási lehetőségeket. A következő részben az eseménykezelést, úgy abba csak ez lesz, szerintem arra kell egy külön rész. Az utolsó részben, a harmadikban pedig a szelektort és az öröklődést, hogy hogyan kell elképzelni. Úgy terveztem, hogy ezek a anyagok így kitöltenek majd egy részt. Akkor kezdjük a szintaktikával. Itt azt láthatjátok, hogy hogyan lehet JSON-ös szöveget megadni. Haladjunk föntről lefelé, tehát tárolnak ugye meg lehet adni, ha idézőlek között írjátok a szöveget. Ez ennyit tud, alapformázással fog megjelenni, tehát fehér színű, se aláhúzott, se dőlt, se kövér, se semmi, tehát alap. Aztán az alatta lévő kapcsolzárójelek között, ez azt jelenti, hogy összetettebb tagról van szó, tehát nem csak egy szöveget adtok meg, hanem mondjuk a színét is, vagy mit tudom én, eseménykezelés, stb. Az utolsó, a szögletes zárójel, ez tömböt jelent, itt több szöveget tudtok megadni. Ezeket a tagokat veszövek elválasztani, ezek lehetnek idézőjelek, tehát idézőjelek között beírtok egy mondatot vagy szót, vesző, megint idézőjelek közé, lehetnek kapcsolzárójelekkel, ezeket ugyanúgy veszővel kell elválasztani, de lehet vegyesen is, hamarosan erre is lesznek majd példák. Aztán alatta ugye a title parancsok, ez a szintaktika, itt igazából a title-nek látszik csak a szintaktikája, tehát a JSON az nem változott, ugyanúgy a subtitle-nél. Aztán még lejjebb, written book, itt fontos 1.8-ban, hogy meg legyen adva az író és a cím, tehát a author és a title, mert különben valószínűleg azt fogja írni, hogy invalid tag, vagy valami ilyesmi. Aztán ugye a pages-be tudtok megadni JSON-ös szöveget, szögletes zárójel a pages, és ezen belül idézőleg közé kell beírni az oldalaknak a szövegét. Most ha egy oldalnak a szövegét szeretnéd, hogy JSON-ös legyen, akkor azt ugyanezzel a módszerrel, hogy kapcsol, szögletes vagy idézőjel. Az alsó kettőt nézitek, ott szerintem jól látszik, ott jól elkülönül az idézőjelektől, hogy ott van a JSON-ös formátum középen. A legfelsőnél viszont kicsit egybeolvad, mert tehát ha szeretnétek, hogy idézőjelen belül idézőjel legyen, tehát mondjuk kiírjon valahova egy idézőjelet, akkor kell elé rakni ezt a backslash-t, azt látjátok. Tehát az első idézőjel az az oldalhoz tartozik, elkezdi az oldalt, aztán a backslash idézőjel, ez a JSON-ös szöveget kezdi el. Aztán megint backslash idézőjel, ez bezárja a JSON-ös szöveget, aztán még egy idézőjel, ami az oldalt zárja be. Tehát a oldalnak a szövegét. Oké, alatta a táblát, hogy hogyan lehet itt a text 1-2-3-4 teget kell kitölteni. Ugyanaz a módszere, mint a pages. Ja, hát igen, annyi, hogy a pages 4 egy tömb van, szögletes zárójel. Itt nem, itt csak idézőjelek között kell megadni, de ugyanezzel a módszerrel, mint a könyvnél. Itt már konkrét példákkal láthatjátok a kódot. Az előbb azért hagytam üresen, mert szeretném fokozatosan felépíteni. Ha mindjárt az elején egy ilyen soksoros kódot mutatok, abba csak belezavarodtok. Tehát szeretném, hogy átláthatóbb legyen. Szóval, az első tárolón keresztül mutatom be, de gondolom mondanom sem kell, hogy title-re és subtitle-re is ugyanez vonatkozik. Idézőjel között egy szöveg, ennyit tud. Aztán ugye a kapcsolzárójelek között, ott már konkrétan a szöveget azt úgy kell megadni, hogy text 2-s pont és idézőjelek közé. És itt ugye lehet mellé formázási lehetőségeket is megadni, meg stb. Tehát itt például piros színűre színeztem, color red. A leírásban ott lesz, hogy milyen színek vannak, illetve a linkje az oldalnak, ami kiírja, hogy milyen színek vannak.
Aztán ugye alatta lévő a szöglet egy zárójeles, most feltöltöttem a tömböt. Az első tag ugye a szöveg az idézőjelek között. Ennyi, ez fehéren fog megjelenni. Vesző, a következő tagot már kapcsoló zárójelekkel adtam meg, ugye text, kettős pont, szöveg. Ez is nem adtam meg semmi plusz formázást, úgyhogy ez is ugyanúgy fog megjelenni, mint az előtte lévő. Következő, megint idézőjelekkel adtam meg azt, hogy szöveg. És a harmadik, kapcsoló zárójelek között, megint egy szöveg, de itt most megadtam, hogy piros színű legyen. Alatta a könyv, a Pages rész, nézzétek, ugye ott van a kapcsoló zárójel, hogy mert itt több oldalt kell megadni, idézőjelek között, és aztán ugye backslash idézőjel és backslash idézőjel között megadni a szöveget. Alatta meg a kapcsoló zárójeles téma van, ugye ott a kapcsoló zárójel, aztán text kettős pont, és ide idézőjel kell, úgyhogy mivel idézőjelen belül vagyunk, elég kell írni a backslash-t ugyanúgy. És itt is piros színnel adtam meg. Aztán a legalsó, ott a tömböt mutatom be. Ott van egy pages, szögletes zárójel, idézőjel. Ugye az a első sor vége, és a legalsó pedig ennek a bezárása, tehát így tagolta. És a középen lévő rész, a második sor, az maga a JSON-ös formátum. Tehát szögletes zárójelek között ugye egy tömböt kell megadni. Az elsőt azt idézőjelekkel adtam meg. Ott van előtte a backslash, mert idézőjeleken belül vagyunk. Aztán ugye vesző és kapcsoló zárójeles taggal vagy formában adtam meg. Itt szintén kell backslash. Tehát bárhol vagytok idézőjelen belül, idézőjelet szeretnétek, ne felejtsétek el elé a backslash-t. Táblánál is ugyanez a helyzet, nem másoltam be a kódot, mert ott is ugyanígy adjátok meg, mint itt a könyvnél, a Pages-en belül, az idézőjelek között. Mint egy oldalnak adnátok meg a szöveget, csak ott a text 1-2-4 paraméternek. Akkor lássuk a formázási lehetőségeket. Mostantól csak egy kódba fogom megmutatni ezeket a példákat. Az eddig elmondottak alapján tanuljátok meg beilleszteni a könyvbe, a táblába, a title-be, stb. A színezésről már volt szó, tehát ezt úgy tudjátok megadni, hogy color 2-es pont a színneve, leírásban a link a színekről, de ide is bemásoltam. Ha megnézitek, a legutolsó az, hogy reset. Ez visszaállítja a szülőnek a formázását, de inkább majd visszatérünk rá az öröklésnél. Ezen kívül még a szöveg alakján is módosíthatunk. Az első az, hogy bold, ott a második sorban, ez azt jelenti, hogy félkövér. Vesszővel elválasztva a text mellé kell megadni, kettős pont utána true, akkor félkövér lesz. Aztán alatta lévő italic, ez a dölt betű, ennek is ugyanaz a szintaktikája, ugyanúgy a szöveg mellé kerül, illetve a text mellé kerül. Underlined azt jelenti, hogy aláhúzott, detto, strike through azt jelenti, hogy áthúzott, tehát a szövegnek a közepén van egy vízszintes vonal, biztos láttatok már ilyet, és az utolsó, obfuscated, tehát az utolsó, az pedig azt tudja, hogy biztosan láttatok már ilyen szöveget, ami így random változik össze-vissza. A végére két speciális karakter, az egyik a backslash n, ezzel úgy sort lehet kezdeni, ez csak terrorban is könyvben működik, tehát táblán is title-ben nem működik. A másik a backslash u, amivel Unicode karaktert lehet lehívni, ezt úgy tudjátok megtenni, hogy backslash u, és utána a karakternek a kódja. Ez volt a JSON tutorial első része, nem tértem ki a verziókra. A speciális karakterek, amiket a végén bemutattam, azok 1.8-ban működnek, a könyves és táblás JSON-ös móka is csak 1.8-ban működik, title is csak 1.8-ban jött, a többi azt hiszem mind működik, amit elmondtam 1.7-ben. A következő részben eseménykezelés lesz, a kézikönyv óvjon titeket.